Tatai Edina, a Heves megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény vezetője a közelmúltban belügyminisztérium elismerésben részesült, megkapta a Pro Caritate díjat. Köszöntöm a stúdióban az intézmény vezetőt. Régi ismertségünk okán tegeződni fogunk. Miről szól ez a díj először? Szia Péter, köszöntöm a nézőket. Hát maga a díj, ugye ez a szociális területen egy szakmai elismerést jelent, ami számomra hatalmas megtiszteltetés, és köszönettel is tartozom a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves megyei kirendeltségének igazgatójának, mert ő terjeszt fel erre a díjra, és hát büszkeséggel tölt el, hogy méltónak találtak, és megkaphattam. Az indoklásban benne volt, hogy pontosan miért kaptad meg ezt az elismerést? Igen, végül is benne volt. Ugye 25 éve ebben az intézményben dolgozom már. Kiemelték, hogy hogyan is dolgozom. Hát én mindig próbáltam szorgalmas lenni, és lelkiismeretesen elvégezni a munkámat. Szerencsére ezt ők is így látják, illetve olyan fejlesztések mentek most véghez az én intézmény vezetésem alatt, amely alapján ők úgy gondolták, hogy ezt elismerik. Illetve én oktatói tevékenységet is végzek felkérés alapján, és most jelenleg is egy tananyagfejlesztésben is dolgozom. Említetted, hogy 25 éve vagy a pályán, hogy visszaszámolok, az én tévés pályafutásomban, az 1997, akkor kezdett itt a pszichiátriai otthon. Akkor, így van. Akkor, és akkor te ide kerültél, itt kezdted a pályádat? Igen, így van. Én 1997-ben kezdtem itt ápolóként dolgozni, majd ugye a főiskolai tanulmányaim mellett már 2001-től középvezetőként dolgoztam, és a szenvedélybeteg osztálynak lettem a vezetője. És akkor 2007-től jött mindig egy nagyobb kihívás, akkor már magasabb vezetőként dolgoztam, és 2011-től vezetem én az intézményt. Hogyan alakult ez a pályafutás? Milyen motiváció kell ehhez, hogy 25 évig ezen a nem könnyű pályán valaki megmaradjon, és előre is tudjon lépni, fejlődni? Hát elhivatottnak kell lenni mindenképpen a szakma iránt, rettentő kíváncsinak kell lenni. Szerintem fontos, hogy kreatívak is legyünk, mert azért tehát ezt a területen, főleg a följebb szeretnénk lépni, mindenképpen rendszer szemléletben kell látni az egész rendszert. És hát próbálom így is gondolkodni, vagy én magam is így gondolkodom, de hát a szorgalom az nélkülözhetetlen. Főleg a továbbjutáshoz. Szerencsém volt, mikor 97-ben oda kerültem dolgozni az intézménybe, az akkori intézmény vezető, illetve a közvetlen felettesem méltónak találta arra, hogy támogassanak, és ekkor kezdtem el, mint diplomás ápoló a főiskolát. De hát aztán jöttek igen a szociális végzettségek, aztán jött maga, ugye, hogy leszakvizsgáztam pszichiák és szenvedélybeteg ellátásból. Tehát amikor már rálátásom lett erre a területre jobban, akkor kezdtem el én is úgy érezni, hogy igen, tennem kell valamit, és jó helyen vagyok, és mindig megpróbáltam az a rám bízott lakók, illetve a rászorulóknak az érdekét nézni, hogy segíthessek rajtuk valamilyen úton, módon. Volt, vagy van olyan szakmai mentorod, vagy példaképed a tanulmányaid során, vagy éppen az intézeti munkád során, aki től azt mondta, hogy sokat kaptál? Igen, van. Én nagyon tisztelem Szabó Mihálynét, aki az intézmény nyugdíjba vonult vezetője volt. Ő nagyon sok mindenre megtanított, hogy vezetőként hogyan kell viselkedni. Viszont vannak olyan kollégáim, akikre igenis felnézek, közvetlen munkatársaim is, és más intézményvezetők, akikre felnézek, és akiktől tudok segítséget kérni olykor, vagy egymást segíteni, és ez fontos.
említetted, hogy felnézel a munkatársaidat, tehát így azt lehet mondani, hogy te egy csapatot építettél fel itt a Hát remélem, remélem, hogy ez így van, ugyanis én azt gondolom, hogy akik engem körülvesznek kollégáim, hasonlóképpen gondolkodnak, mint én, és azért ezt a díjat is, ne, jó persze az intézményvezető kapott egy díjat, hatalmas megtiszteltetés, de nem érhettem volna el azokat a fejlesztéseket egyedül, amiket véghez vittünk az elmúlt években, csak a kollégáim segítségével. Jelenleg hány lakója van itt a Füzesabonyi otthonnak? Hány személyről gondoskodtok? Több mint 300 személyről gondoskodunk, szenvedélybetegekről, ugye pszichiátriai betegekről, ez bentlakásos keretek formájában, de jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is nyújtunk már Besenyőtelek, illetve Füzesabony térségében, és hát Andornok tája az, ahol az elmúlt években, 2016-tól tényleg nagyon sok minden változott. Ott próbáltunk egy intézményi ellátási meg kiváltani, igen, hogy fogyatékossággal élők laknak, vagyis hogy most már nem az intézményben, már most támogatott lakhatásban és lakóotthonokban. És nagy változás volt ez, amikor hát lényegében összevonták ezt a két intézményt. Igen, nagy változás volt és hatalmas kihívás, hogy ez az integráció, ez azért zökkenőmentesen megoldjuk. Úgyhogy mind az részemről, mind a kollégáim részéről azért tényleg nagyon nagy munka volt, de meg tudtuk oldani, azt gondolom, hogy zökkenőmentesen, és még mellette persze foglalkoznunk kellett ezzel a pályázattal, ami végül is a kiváltás volt, és akkor kezdtük el ugye a fogyatékkal élők bentlakásos otthonát megszüntetni, és ők kerültek, és építettünk egy 5 ingatlanból álló, vagy 5 ingatlant, amely pedig a lényege, hogy a 12 fő fogyatékkal élő él most már házonként. És ott, ahol van a buszmegállott Andornok tájára, ahol beérünk, ott van, volt ez a kastély épület, ott már nincsenek lakók? A kastély épületben már nincsenek, ott egy szolgáltató központot építettünk ki. Nappali ellátást nyújtunk, illetve ugye a támogató szolgálat, ami ezelőtt is működött 2016 előtt, illetve most bővítettünk, hogy a támogatott lakhatásban élő lakók, akik ugye nappal bemennek ebbe az intézménybe, a szolgáltató központba, ott nappali ellátásba, esetleg házi segítségnyújtásba, vagy a fejlesztő foglalkoztatásban vegyenek részt. Tehát ez mind a szolgáltató központban található. És van egy másik része az intézménynek, ott volt a rehabilitációs intézményünk, ami most meg átalakulás folyamatában van, ott idősek otthona lesz, 32 férőhelyes. Induljunk el a legelejéről, hogy ide költözött ez az otthon, valahol Mátra. Viszontáron, a pszichiátri otthon. Ide költözött, hát sokan nem örültek neki, egy kicsit zárt közösség is volt. Mennyire volt, tehát az ismerősöknek, hogy te meglepetés, hogy te ide mentél dolgozni, tehát hogy mondták, hogy jó. Tehát, hogy ebbe az otthonba. Hát senki sem gondolta, hogy valóban ide megyek dolgozni. Úgyhogy igen, nagy meglepetést okozott a baráti körömben, vagy akkor a családomban, de most már tehát mindenkinek ez ilyen természetes. Ahogyan én beszélek mondjuk egy pszichiátriai betegről, vagy szenvedélybetegről, vagy ha már most nagyon sokan megkeresnek, ugye, főleg az ismerősök, de egyébként ha tanácsot kérnek, hogy hová menjenek, akár alapszolgáltatáshoz, akár szakellátásban, akkor ugye már ez teljesen természetes, hogy én ezzel foglalkozom, és ezzel foglalkoztam már ugye 25 évvel ezelőtt is. Mennyire változott meg itt Füzesabonyban az otthon státusza, tehát hogy
hogy elfogadják már a fűzősoponyiak, hogy itt van egy ilyen, hát úgymond félig zárt intézmény. Igen, mi azt tapasztaljuk, a mi tapasztalatunk azt, hogy igen. Először még sokan féltek tőle, most már azért, vagy tőlük az ellátottaktól. Most már azért ugye ide járnak füzesabonyba, boltba, ide járnak vásárolni. Tehát azt gondolom, hogy sikerült beilleszkedni a város területére. Milyen programok, tehát hogyan tudtok ti kilépni az intézetből a helyi közösség felé? Hát mindig ugye nyitva álltak a kapuk, és szerettük, hogyha hozzánk is jönnek, illetve felkérnek bennünket bármilyen előadásra. Ugye nálunk nagyon sok mentálhigiénés foglalkozás van. Foglalkozunk a színjátszástól kezdve, a ritmuszenekartól kezdve, nagyon sok területen fejlesztjük a lakóinkat annak érdekében, hogy hasznosan tölthessék el a mindennapjaikat, és ezekkel a produkciókkal szerettünk kinyitni bárhová is, ahová felkérnek. Legyen az egy egészségnap, vagy éppen itt a Füzesabony városában megrendezésre kerülő bármilyen rendezvény. A benti közösség mennyire erős, hiszen az ott élők, az egy életre szól nekik a bennlakás, tehát ők ott fognak már élni a életük végéig. Igen. Családias körülmények között élünk, így ezt kell, hogy mondjam. Itt olyan vagyunk, mint egy kis falu. Itt azért mindenki ismer mindenkit, legyen az dolgozó, lakó, mindenki tudja, hogy hogyan szól a másikhoz. Úgyhogy nyugodtan telnek a mindennapjaink. Hogyan lehet megszervezni ennyi embernek a mindennapjait, hiszen a külső szemlélő azt látja, hogy ezek az emberek azért tétlenségre vannak kárhoztatva. Tehát, hogy mentálisan, meg fizikálisan is úgy tudjátok szinten tartani őket. Igen, mint ahogy említettem is, a mentálhigiénés ellátás, mindenképpen nagy hangsúlyt fektetünk erre a szocioterápiás foglalkozásokra és magára a fejlesztő foglalkoztatásra is. Természetesen itt a lakóink az intézményen belül dolgoznak is, illetve akit nem veszünk fel ebbe a fejlesztő foglalkoztatásba, hogy ő pedig a szocioterápiás foglalkozáson vesz részt, és próbáljuk úgy megszervezni az egész napot, úgy kitölteni, hogy mindig legyen program, amikben ők részt vehetnek. Legyen ez most délelőtt, legyen az délután. Hatalmas nagy aulával rendelkezünk. Tehát nálunk a kreatív foglalkozás például, amikor kiülnek hatalmas nagy asztalok köré, és ott elővesznek mondjuk már karácsony közelettével egy színezőlapot, és elkezdenek ők rajzolni, vagy csak színezni. Nálunk így telnek a mindennapok. Egy picit játékosan, picit zenésen, mert ugye zenét is folyamatosan hallgatnak a lakóink. Úgyhogy én bízom benne, hogy ők is úgy gondolják, hogy hasznosan telik a mindennapok. A családokkal tudjátok tartani a kapcsolatot, vagy van igény arra a külső családtagokról, hogy ezeket az embereket látogassák, törődjenek velük? Egyre kevesebb lakónak van hozzátartozója, aki rendszeresen jár az intézménybe, de akik járnak, velük jó kapcsolatot ápolunk. Bármi problémájuk van, tudják, hogy kihez fordulhatnak, akár írásban, akár telefonon megkereshetnek bennünket, és igyekszünk az ő kérésüket, és ők is a mi kéréseinket megtenni. A közeljövő milyen új szakmai terveket hoz? Hát lehet erről beszélni. Igen, mindig vannak terveink. Már mi egy új foglalkozásnak is nagyon örülünk, hogy ezt meg tudjuk szervezni. Mi szeretnénk mindig a hagyományainkhoz mérten ugye megtartani azokat a foglalkozásokat, amik vannak, és csak akkor fogunk egy újba, hogyha arra az intézményen belül az ellátottaknak valamilyen érdeklődését, tehát érdekli őket. Viszont a szakmai fejlesztésünket, tehát intézményen belül a bentlakásos otthoni elhelyezésről nem szeretnénk most egyelőre módosítani, vagy ezt megváltoztatni. Azt, hogy most bármilyen alapszolgáltatást még magunkhoz veszünk el, hát ez majd mindig adja magát.
Van az intézménynek egy alapítványa is, az Aranyhíd, Igen. ami névadója is volt az intézménynek. Így van. Az Aranyhíd mennyire működik? Igen, nagyon aktív az Aranyhíd alapítványunk. Jelen pillanatban is ugye hétvégén szervezünk egy bált, és aktívan működik. Ő a lakóknak a kulturális tevékenységét segíti elsősorban, tehát támogatja a lakóinkat abban, hogy moziba, színházba, vagy akár egy múzeum látogatást megtehessenek, vagy a nyáron többször vettek részt strandon, és azok az ellátottaknak, akiknek nincs ugye erre jövedelmük, az alapítvány támogatásával mindezt megtehetik. Ez a díj, amit most átvehettél, mennyire erősítette meg a szakmai elhivatottságodat és a kollégáidnak azt az elhivatottságát, hogy jó úton haladtok? Hát még nem is, még egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy egyrészt, hogy megkaptam, mert mint ahogy említettem is, hogy hatalmas büszkeséggel tölt el, és hát bízom benne, hogy a kollégáim is azt érzik, amit én, hogy tényleg jó úton haladunk, és hogy együtt bármire képesek vagyunk. Köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba, gratulálok a díjhoz, és a további munkához sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.